Üdvözlöm a Karcag Televízió minden kedves nézőjét új műsorunkban, amelynek címe a Döntés utánt viseli. Meghívott vendégünk Szepesi Tibor, Karcagváros polgármestere. Üdvözlöm, polgármester urat, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó napot kívánok, üdvözlöm a televízió nézőket, köszönöm szépen a meghívást. Megtartotta a soros ülését Karcagváros önkormányzatának képviselő testülete, ahol számos napirendi pont került górcső alá, és született bennük döntés. Elsőként foglaljuk össze, hogy milyen napirendi pontok kerültek a képviselők elé. Ugye elsősorban azokat a napirendi pontokat tárgyaljuk mindig a soron következő testületi ülésen, amelyet a munkatervben meghatároztunk. Ennek nagy része kötelezően előírt, hiszen határidőre kell bizonyos döntéseket meghozni. A másik része pedig olyan, amelyek időközben fölmerültek és szükségesek a képviselő testületi döntések meghozása. Ugye ilyen döntés volt például, ami határidőhöz kötött a szociális rendeletnek az elfogadása, módosítása, a belvízvédelmi, árvízvédelmi helyzetnek a megtárgyalása, de időközben jöttek olyan pályázatok, lehetőségek, díjaknak a döntése, amelyek szükségszerűen a márciusi képviselőtestület elé kellett, hogy kerüljenek. Polgármester úr már érintette az elsőt, amiről kicsit részletesebben is beszélnünk és beszéljünk, amely a javaslat a települési támogatások rendszeréről szóló rendelet tervezett elnevezést viselte. Mi ennek a háttere, mit jelent ez pontosan? Ugye szükséges volt átvizsgálnunk azokat a szociális támogatásokat, amelyeket a város nyújt a lakosság irányába. Ezek olyan szociális támogatások, amelyek az élethelyzetekből adódóan egyfajta segítséget nyújtanak a rászorulóknak. Lakhatási támogatás, gyógyszertámogatás, temetési támogatás, és még sorolhatnám azokat a szociális területen fölmerülő krízis helyzeteknek a támogatását, rendkívüli helyzeteknek a támogatását, amelyekre kérelmet nyújtanak be a lakosok, és természetesen amelyben mindenképpen segíteni szeretne, és jogszabályi előírásoknak megfelelően segíteni is kell azokat, akik rászorulnak. A lakhatási támogatások miatt vált szükségessé elsősorban az, hogy a márciusi testületi ülésen kerüljön megtárgyalásra, hiszen a megkötött támogatási szerződések, amelyekkel tudunk segíteni ezeken a krízis helyzeteken, ezek nagy része március 31-i határidővel jár le. Itt közel 400 háztartásról beszélünk, tehát itt mindenképpen szükséges volt, hogy még a határidő, tehát a szerződés lejárta előtt megszülessen az a döntés, amellyel hosszabbítani tudtuk ezeknek a szerződéseknek a lejáratát, hiszen azt láttuk, hogy nagyon sokan, sőt majdnem szinte mindenki a következő egy évben is jogosult arra, hogy ezt a támogatási formát igénybe vegye, megkérelmezze, és ez számára nyújtani is tudjuk. Tehát ez a határidő az, ami mindenképpen szükségesé tette a tárgyalást. Azt is láttuk, hogy van olyan területe ezeknek a szociális támogatásoknak, ahol módosítani kell bizonyos pontjait a rendeletnek, meg kell emelni például azokat a támogatási juttatásokat, amelyek benne voltak az előző rendeletbe. Ilyen például a temetési támogatás, hiszen azt az összeget, amelyet ezelőtt néhány évvel meghatározott a képviselőtestület, az ma már hatályát vesztette, hiszen tudjuk, hogy az áremelkedések miatt a temetéseknek is nőtt a költsége, tehát itt mindenképpen szükséges volt a forintális összeget is módosítani. Az elmondható a rendeletről, hogy olyan sokszor került már módosításra 2015 óta, hogy úgy döntött a képviselőtestület, hogy egy teljesen új, átdolgozott a mai jogi formáknak és a mostani jogi előírásoknak, törvényi háttérnek megfelelően egy új rendelet kerül elfogadásra, amely azért nagyjából illeszkedik ahhoz a rendelethez, amelyet már többször módosítottunk, tehát gyakorlatilag egy egységes formában a megváltozott helyzethez igazodva egy új rendelet került elfogadásra, de maradtak azok a támogatási formák, amelyek az előző évben is voltak, és hát látva a költségvetésünket azért nagyjából azt az összeget próbáltuk tartani, legalább ugyanazt az összeget, van, ahol tudtunk módosítani, és egy picit emelni is rajta. A következő fontos és megtárgyalásra kerülő napirendi pont a
kül- és belterületi útjavítások szükségességéről és az elvégezendő feladatok megállapításáról szólt. Mit takar ez pontosan, miről született döntés? Én azt gondolom, hogy nem kell nagyon magyarázni azt, hogy szükséges az utaknak a javítása, hiszen mindenki közlekedik, annál is inkább, mert hogy tudjuk, látjuk azt, hogy az elmúlt években sokszorosára növekedett a forgalom, sokszorosára növekedett a gépjármű szám is, tehát nagyon sokan közlekedünk, közlekednek az utakon. Ezzel együtt nyilván a megnövekedett forgalomnak, a sokkal nagyobb terhelésnek ki vannak téve azok az útjaink is, amelyek nem feltétlenül ekkora méretszámra, vagy ilyen súly határokra voltak korlátozva, vagy megépítve és megtervezve. Szükséges nyilván, ha már a korlátozásokról beszélek, nyilván szükséges majd korlátozni azoknak a behajtható gépjárműveknek a súlyát, amelyek a mellékutakra mehetnek, hiszen valóban nem erre került megtervezésre annak idején, és azt is látjuk, hogy folyamatosan romlik. Ugye azzal kezdtük a képviselőtestületi ülésen is, hogy a legnagyobb roncsoló erő természetesen az időjárás. Láttuk, és szerencsére nem volt azért óriási extrém hideg az idei tél, viszont az egyértelmű, hogy, és szerintem mindenki tapasztalta a saját bőrén is, hogy a hőingadozás viszont óriási volt. Tehát volt olyan nap, amikor 15-16 fokos hőkülönbségek voltak egy reggeli fagy után, egy délutáni 15-16 fokban. Természetes, hogy azok a kémiai, fizikai folyamatok elkezdődnek az utakban is. Ugye a beszivárgó víz megfagy, kitágul, aztán megolvad, megint belefolyik, megint megfagy, tehát tágítja ezeket a hajszál repedéseket. Megnéztük azt, és erről szólt az idei, illetve a tegnapi testületi ülés is, hogy melyek azok az utak, amelyek a leginkább rászorulnak arra, hogy javításra kerüljenek. Ugye itt elsősorban a kátyúzásról beszélünk, bár az lenne az ideális, hogyha egy-egy útszakasz teljes egészében tudnánk fölmarni és újra aszfaltozni, akár úgy, hogy megerősítjük az alatta levő rétegeket, de nyilván erre azért óriási forrásokat kellene mozgósítani, tehát alapvetően most a kátyúzás az, amellyel idéglenesen és gyorsan tudjuk a balesetveszélyes helyzeteket megoldani. Nagyon sok kátyúról van szó, nagyon sok kátyú keletkezik a városban, szinte nem is bírják a szakemberek azt, hogy fölmérik és utána kijavítják, mert hogy menet közben is romlanak az utak. Azon dolgozunk, hogy folyamatosan tudjuk javítani, folyamatosan tudjunk olyan költségvetési hátteret, mert hogy sajnálatos módon ez pénzbe is kerül, költségvetési hátteret tudjunk biztosítani, és a legveszélyesebb, legbalesetveszélyesebb, a legextrémebb kátyukat minél hamarabb ki tudjuk javítani. Egy pici türelmet kérek mindenkitől, hiszen ahogy mondtam, óriási úthálózatról beszélünk Karcagon, és a forrásaink már, ami a humán erőforrást illeti is, azért véges, tehát nem tudunk egyszerre mindenhol megjelenni, de igyekszünk, hogy minél hamarabb kijavításra kerüljenek. Ha már útfelújításról beszélünk, akkor ahogy mondtam is, keresjük a lehetőséget, tehát azokat a saját költségvetési forrásokat, bevételeket, illetve pályázati lehetőségeket, amelyek az útjavítást tudják szolgálni. Most is vannak pályázataink, most is vannak elnyert összegeink, és ahogy előző interjúkban is elmondtam, folyamatosan próbáljuk fejleszteni. Először azokat a gyűjtőutakat, amit nagyon sokan használnak, ahol óriási a forgalom. Látjuk azt, hogy a Deák körút, Vasútút, Széchenyi sugárút, Szent István sugárút, Madarasi út, Kisújszállási út forgalma százszorosára növekedett, hogy azt kell, hogy mondjam, hiszen ezelőtt 20-30 évvel simán végig lehetett menni, úgyhogy gyakorlatilag nem kellett lassítani egyik kereszteződésben sem. Ma már bizony perceket kell várni egy-egy kanyarodásnál, hogyha egy útkereszteződésbe érünk. Tehát elsősorban a főutakat, és én bízom abban, hogy előbb-utóbb eljutunk oda, hogy a mellékutak állapotát is tudjuk fejleszteni. Nyilván ebben az is figyelembe vendő, hogy folyamatosan figyelnünk kell az ivóvízhálózat fejlesztését, a szennyvízhálózat fejlesztését. Tehát van, amikor azért nem tudunk egy úthoz hozzányúlni, mert ott néhány hét, hónap múlva szennyvíz rekonstrukciós folyamatok kezdődnek,
nem célszerű megelőzni egyik munkálattal a másikat. Tehát egy tervezett, ütemezett felújításba kezdtünk, erről is szól többek között a tegnapi testületi ülés anyaga. És ha már vízvédelmi helyzetről beszéltünk, tanácskoztak a városkülés belvízvédelmi helyzetéről, valamint a további feladatokról is. Ugye ez kötelező feladat, előírja a törvény, illetve a jogszabály azt, hogy kinek mi a feladata. Ugye megvan a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóságnak a feladata a városon kívüli vízhálózat kezelésével, a csatornáknak a kezelésével, és megvan az önkormányzat feladata is, a város területén található csapadékvíz, belvíz elvezetési rendszerekkel. Ezt a városgondnokság szakemberei végzik, ők számoltak be, a városgondnokság számolt be arról, hogy milyen feladatokat kíván elvégezni, ugyanúgy, ahogy az útfelújításnál a belvízvédelem területén is ütemezetten. Ugye itt elsősorban az árkok tisztítása az, amelyet el tudunk végezni. Igazgató úr, képviselő úr jelezte is, hogy az anyagban szereplő dátumot szeretné meghosszabbítani, tehát nem március 31-ig, hiszen kaptunk hozzá forrást, kaptunk hozzá nem csak anyagi, hanem humán erőforrást is, tehát a meglévő pályázattal sokkal több lehetőségünk lesz, és ennek a határidejét toltuk ki egészen október 31-ig, tehát gyakorlatilag egész évben folyhat az a munka, amely a csapadékvízelvezetés szolgálja. Itt is be tudok azért számolni pozitívumról, hiszen két csapadékvíz elvezetési pályázatunk van folyamatban, illetve nyert. Az egyiknél hál' Istennek most már ott tartunk, hogy a közbeszerzési eljárás végéhez közeledünk, tehát néhány héten belül én azt gondolom, hogy már március végére kikerül az a pályázati anyag, amely mondjuk május közepére egy szerződést, kötést tud eredményezni, tehát a nyár folyamán mindenképpen el kell, hogy kezdődjön, illetve ebben az évben be is kell, hogy fejeződjön a katolikus városrészt érintő csapadékvízelvezetési rendszer átépítése, javítása, amiről ugye többször beszéltünk már, amely egészen a Sistak részig tart, és ott egy víztározó is, egy csapadékvíztározó is kialakításra kerül. Hiszen ebben az anyagban is benne volt, és a Közép-Tiszavidéki Igazgatóság is azzal kezdte a beszámolóját, hogy az egyik legfontosabb a csapadékvíz megtartása. Most ez nem azt jelenti, hogy a város területén kell megtartani az árkokban a csapadékvizet, hanem olyan csapadékvízgyűjtőket kell létesíteni, ahol a szárazság ellenére is egyfajta szivárgásokon keresztül megtartható az a vízkészlet, amellyel ugye egyre jobban gazdálkodnunk kell, hiszen láttuk a tavalyi évben is az óriási aszály okozta károkat. Ugye emiatt próbálunk mi is egyfajta víztározó, csapadékvíztározót, idéglenes tározót kialakítani, amely azért valamilyen módon bízom abban, hogy rekreációs célokat is fog szolgálni. A másik ilyen pályázatunk az a Nagyvénkerti városrésznek a csapadékvíz elvezetése, ugye ott is folyamatban van a közbeszerzési eljárás. Jó esetben én nagyon bízom abban, hogy ősz magasságában, tehát ilyen augusztus vége, szeptember eleje magasságában ott is meg tudjuk kezdeni a munkálatokat, és még a rossz idő beállta előtt be tudjuk fejezni annak a pályázatnak a csapadékvíz elvezetését. Abban egyébként sokkal több is benne van, többek között útfelújítás, zebrák kialakítása. Tehát én erre mondom azt, hogy kompletten kell nézni, hiszen nem lehet egyik munkálatokkal veszélyeztetni a másik munkának a minőségét. Döntés született, a millió lépés az iskoládért kihíváson való részvételre, mi is ez a pályázat? Ez egy nagyon aranyos pályázat, ugye az Aktív Magyarországért mozgalom írta ezt ki. Államtitkár úr, akinek többet köszönhetünk már, ugye a kerékpáros pályák, az erdei kerékpáros pálya, a pumpapálya is ennek az Aktív Magyarország pályázati kiírásnak a részeként valósult meg, és ez egy nagyon jó pofa, és én azt gondolom, hogy ugyanakkor egy közösség szervező és egy közösség összetartó rendezvény is, hiszen lehetősége van az iskoláknak pályázni arra, hogy részt vegyenek ebben a programban. Az önkormányzatnak arra volt lehetősége, hogy egyfajta támogatóként, anyagi és erkölcsi támogatóként is belépjen ebbe a pályázatba. Azért mondom, hogy anyagi támogatóként, hiszen azok az iskolák, akik részt vesznek és teljesítenek valamekkora
kilométer számot, hiszen itt kilométereket kell gyűjteni a résztvevőknek, azokat az önkormányzatnak lehetősége van sportszer csomaggal támogatni a pályázaton keresztül. Természetes, hogy az iskola, amikor részt vesz, akkor nem csak az önkormányzat díját nyerheti el, hanem akár egy nagy országos díjat is. Tehát nem csak egy 300 ezer forintos önkormányzati támogatást, hanem akár egy 1 millió forintos országos támogatásra is jogosult lehet, hogyha olyan aktívan vesz részt. És nem csak a diákok vehetnek részt ebben a pályázatban, hanem a szülők, nagyszülők, hozzátartozók, tehát mindenki, aki úgy gondolja, hogy egy-egy iskolát tud támogatni. Volt diákoknak a szülei, akár a képviselőtestület tagja is, ugye ezt mondtam én is testületi ülésen, tehát bátran vegyünk részt ebbe a pályázatba. Én bízom abban, hogy nagyon sok általános és középiskolánk fog pályázni erre a lehetőségre. Javaslattal éltek a Karcagváros közbiztonságáért díj adományozása kapcsán. Név nélkül mit lehet tudni? Így van, ez is egy olyan döntés, amely határidőhöz kötött, hiszen a közbiztonságért díj mindig állománygyűlésen, illetve az utóbbi időben állománygyűlésen kerül átadásra, vagy a rendőrkapitányság, vagy a katasztrófavédelmi kirendeltség állománya előtt. Ugye ezek az állománygyűlések általában áprilisban, májusban kerülnek megtartásra, tehát ezért szükséges időben meghozni ezt a döntést. Itt olyan szakemberek kerülnek díjazásra, akik sokat tesznek azért, hogy Karcagváros közbiztonsága, biztonsága minél jobb legyen. Tehát ezért van az, hogy elsősorban olyan javaslattevőktől várunk neveket, akik ebben a körben dolgoznak. Tehát a rendőrkapitányság, a katasztrófavédelem, de természetesen nem zárja ki azt sem, hogy bárki javaslatot tegyen erre a díjra. Azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy azokat a szakembereket, akik a saját területükön kimagaslót nyújtanak, és ezt tényleg a város lakossága érdekében teszik, arra az önkormányzat odafigyeljen, és díjazza, elismerje azt a munkát, amellyel segítséget nyújtanak. Néha nem is vesszük észre azt, hogy milyen munkát végeznek ezek a szakemberek, hiszen azt látjuk, hogy egyenruhában van, elvégzi a feladatát, vonul, ott áll a köves út mellett, de azt is látjuk, hogy ezek mögött, a feladatok mögött is emberek vannak, akiknek aztán haza kell menni, akiket hazavárnak, ne adj Isten, egy gázrobbanás utáni mentésből. Tehát mindenképpen oda kell arra figyelni, hogy elismerjük azt a munkát, amelyet ők végeznek. Nem csak abban a 8 órában, amíg esetleg, vagy 12 órában, amíg a műszak tart, hanem a nap 24 órájában dolgoznak ők, hiszen nem lehet valaki csak addig tűzoltó, amíg bent van a munkahelyén, nem lehet csak addig rendőr valaki, amíg ott tartózkodik egyenruhában. A testületi ülés napi rendi pontjain túl melyek azok a fontos dolgok, amelyek a város fókuszának a középpontjába kerültek és kerülnek a elkövetkezendő időszakban? Ugye a legfontosabb, amelyről már többször beszéltünk, az, hogy a költségvetésünk megmaradjon, stabil legyen, tehát ne legyen semmi olyan probléma, amely veszélyezteti az intézmények működését, hiszen a feladatokat el kell végezni. Nem lehet félváról venni azt, hogy majd csak lesz valahogy az év végére, ugye folyamatosan tervezni kell, figyelni kell. Tehát én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb feladatunk. A másik fontos feladat, hogy azokat a pénzeszközöket, amelyek pályázat útján kerültek a településre, azok megfelelően legyenek felhasználva, határidőre legyenek kész a fejlesztéseink, hiszen ez mind-mind Karcagváros jövőjét szolgálja. Szerencsére tudtunk élni azokkal a lehetőségekkel, amelyeket a pályázati kiírások nyújtottak, tehát folyamatosan tudjuk folytatni az intézmények felújítását, folyamatosan tudjuk folytatni azokat a kulturális és sport területen lévő fejlesztéseinket, amelyek elkezdődtek, és természetes, hogy keressük a további lehetőségeket. Tehát ugyanúgy, ahogy beszéltem is róla, az útfelújítás területén, a szennyvíz, az ivóvíz fejlesztés területén, tehát erre mind-mind oda kell figyelni. És ha már a díjakról beszéltünk, akkor természetes, hogy ezekre is oda kell figyelni.
Úgyhogy nekem nagy öröm az, hogy a képviselőtestületi ülés előtt tudtunk köszönteni nagyon sok olyan karcagit, aki kimagaslót nyújtott az utóbbi időben, akár állami kitüntetést kapott, akár pedig különböző tanulmányi versenyeken ért el eredményt. Nem is mindig tudunk mindenkit meghívni, hiszen időpontokat kell egyeztetni, úgyhogy én már látom azt, hogy a következő képviselőtestületi ülés előtt is lesznek köszöntéseink, ami mondom végtelen nagy öröm, hiszen ez azt mutatja, hogy Karcagon nagyon-nagyon sikeres és nagyon odafigyelő emberek élnek, akik kimagaslót tudnak nyújtani a saját területükön. Polgármester úr, én megköszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat és stúdiónk vendége volt, és a következő havi testületi ülés után is várjuk vissza a Döntés után című műsorunkba. Természetesen, köszönöm szépen a meghívást, a lehetőséget, viszontlátásra. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet, tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!